Két hiányzóval is számolnia kellett Ambros Martinnak, a győri Audi Eto KC vezetőedzőjének a bajnoki alapszakasz utolsó hazai mérkőzése előtt. Kovacsics Anikó és Andrá Lekic sem tudta vállalni a játékot a Fehérvár ellen. A zöld mezben játszó hazaiak azonban így is magabiztosan kezdték a meccset. Horváth révén ugyan betalált a vendégcsapat, sokáig azonban ez lehetett az egyetlen öröme a fehérváriaknak, hiszen az Audi Eto védekezése annyira összeállt, hogy 28 perc alatt mindössze 3 gólt tudtak szerezni a világos kékmezesek. Ebben az ezúttal is remek formában védő Herror Solyának is nagy szerepe volt. Így nem csoda, hogy már az első félidőben sikerült 10 fölé vinni a különbséget, s bár a vendégek szereztek még gólt a félidő hajrájában, a szünetre így is 16-5-ös állásnál mehettek a felek. A folytatásban sem változott sokat a meccsképe, a zöld-fehérek folyamatosan szerezték góljaikat, amire a Fehérvárnak csak ritkán volt válasza. Az Audi Eto a második játék részben igyekezett kiszolgálni közönségét, és szebbnél szebb megoldásokkal fejezték be a támadásokat. Ahogy Ambros Martin vezetőedző a mérkőzés előtt ígérte, úgy mindenki lehetőséghez jutott, amivel éltek is a játékosok, minden mezőnyjátékos szerzett legalább egy gólt. Rédei Sós találatával 32-12-nél a 20 gólos differencia is megvolt már, így a kiütéshez nem férhetett kétség. Végül 37-13-as győzelmet arattak a hazaiak. A többi meccs eredményével már egy fordulóval a vége előtt kialakult a felsőházi rájátszás mezőnye, ahol az Audi Eto mellett a Ferencváros, a Vác és az Érd lesz majd ott.